Magazin nézőinek, és Wolf Katinak nagyon szépen köszönjük ezt a dalt. Ő ma nem a társműsorvezetőm lesz, ugyanis a konyhában fog nekünk főzni, azonban Keselyák Gergelynek köszönöm, hogy elfogadta mai meghívásunkat, hiszen ő lesz ma velünk végig. Hát én is köszönöm a meghívást, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Családbarát magazin nézőit, a névnapjukat ünneplő lórándokat és lórántokat, persze a szülinaposokat is. Lesz nyereményjátékunk, értékes nyereményekkel, de nem csak ezért érdemes velünk tartani. Így van, mai fő témánk a hideg, illetve a fagyás. Ennek veszélyeiről fogunk beszélgetni szakértőnkkel, és ezügyben már most várjuk telefonjaikat, hogy feltegyék kérdésüket az adásban. Telefonszámunk a 061-759-5500, de ha szeretnének nekünk levelet írni, akkor azt is megtehetik. A levél címünk a Családbarát, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. E-mailen is elérhetnek minket, az e-mail címünk a családbarát@ntva.hu, de ott vagyunk a Facebookon is, most pedig nézzenek még néhány témát a mai adásunkból. E heti sztárséfünk ezúttal Wolf Kati lesz, aki énekelni is fog. Újra támad az influenza? Szakértőnk elmondja, hogyan védekezhetünk ellene. Ne feledjék, újra táncolunk majd Südi Iringóval és Balázsral. Folytatjuk a twistet. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Keselyák Gergellyel, de előtte nézzük meg, milyen riportfilmet készített róla a Flumorsolya kolléganőm.
Keselyák Gergely Liszt-díjas érdemes művész 1995-ben szerezte meg karmesteri diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. A családi legenda szerint a 6 testvér legidősebb tagjaként már kisgyermekkorában ceruzával a kezében integetett, miközben Beethoven szólt a rádióból. Édesapja zongorázott, operába jártak és vasárnaponként lemezeket hallgatott közösen a család. Gyermekkorára csodálatos paradicsomi állapotként emlékszik vissza. 1994-ben Pármában az Arturo Toscanini versenyen, majd 1995-ben a Magyar Televízió 8. nemzetközi karmester versenyén is 3. helyezést ért el. Szakmailag mindenképp azt gondolom, hogy maximalista, akár csak én. Fontosnak tartja a nyitottságot, aminek hiánya elzárja a lélekhez eljutó impulzusokat. Megközelíti több oldalról is, amit el akar élni, vagy hallani szeretne, vagy látni szeretne, ugye, ha rendez, és addig kéri, mondja, csűri, csavarja, hogy elérje azt, amit ő elképzel, vagy épp a tökéletes megoldást megtalálja. Nem szereti a kedvenceket, mert az bezárja az embert. Épp ezért kedvenc példaképe sincs. Egyes emberek bizonyos képességei csodája, és önmagát az általa csodált emberek tulajdonságainak összességéből akarja összerakni, úgy, hogy ne hasonlítson semmire és senkire. Munkája során rengeteget utazik, feleségével, Ágival is számos országban megfordultak már. Soha nincs a hangjában bántás, és soha nem támadó, soha nem cinikus, tehát hogy szeretem, hogy olyan igazi ember. Sokáig nem volt hobbija, csak a zenének élt, majd 8 évvel ezelőtt elkezdett érdeklődni a technikai dolgok iránt. Szenvedélyévé vált a motoros repülés, amit élete 3. bástyájának hív a hivatás és a magánélet mellett. Végig mosolyogtad a kis filmet. Milyen érzés volt visszanézni? Jó, hát tetszik az életem. Azt hiszem, én szerencsés embernek tartom magamat, mert szerintem az a boldog ember, aki tudja is magáról, hogy boldog, és tudja, hogy most jó neki. Legnagyobb gond szerintem, hogy az emberek a múltban, meg a jövőben vélik megtalálni a boldogságukat sokan, és nem tudják értékelni a jelent. Még egy apró momentum kimaradt a filmből, méghozzá az, hogy a Szegedi Szabadtéri Színpad művészeti igazgatója voltál. Mit jelentett neked ez az időszak? Hát természetesen sok minden kimaradt, de nekem nagyon tetszett ez az összefoglaló, és nagyon tetszett, hogy nem annyira szakmai, annyira sok szakmai életrajzot hallottam a magamon, ezt egy picit odébb teszem. Hát nem szeretek így bezárkózni sem például. De nagyon fontos volt Szeged, nagyon fontos az Operaház, nagyon fontos, hogy újra megnyílt az Erkel Színház, nagyon fontos, hogy az első pár előadást az Erkel Színházban én vezényelhettem, nagyon fontos, hogy most ebben a hónapban a Nabukót rendezem az Erkel Színházban, és a Turandotot vezénylem, már 2 előadás lement, ma lesz a 3. ma este, és még ebben a hónapban még 3, ezek nem, még 5 ezen kívül. Szóval csodálatos dolog, ezt is élvezem, de örülök, hogy nem a szakmai életrajzomat hallottam itt most, mert legalábbis engem az annyira nem érdekel. Igen, láthattunk egy képet, amely Ománban készült. Igen, ott a MÁV zenekarral turnéztunk, és hát csodálatos az az operaház, amelyet a Omániak építettek föl. Nagyon szeretik a királyukat, és ez egy olyan mesebeli jó király lehet, ahogy ott elmondták, a taxiban az ő képe van, és nem kötelezőből, szóval nem személykultuszból. Csodálatos ez az operaház, az akusztika, az az építészet, az az ízlés, ahogy a keleti motivumokat a nyugati technikával ötvözik. Szóval azt hiszem, hogy ilyen szép akusztikát és ilyen gyönyörű operaházat nem láttam még, úgyhogy mondtam is nekik, hogy ha majd egyszer ott szeretnének társulatot, akkor én Magyarországon kívül olyan nagyon nem tudom elképzelni az életemet hosszú távon, de 1-2 évre Ománba elmennék szívesen. Egy picit beszélgessünk a virtuózokról, hiszen az is jelentős része volt az életednek, nem is olyan rég. Igen, azt tudom mondani, hogy életem legszebb munkája volt, ha egyáltalán ezt illik munkának nevezni. Mert egy olyan élmény és egy olyan lelki föltöltődés volt ez az egész műsor, hogy tényleg, hát néha azt hiszem a kamerák is megmutatták, hogy ottan zsebkendőt osztottunk egymásnak, de hát kihozta belőlünk
hogy egyszer csak már nincs szégyenkezni való, és hogyha ha az ember meghatódik, az nem egy férfiatlan dolog, hanem ott valami olyan, ha úgy tetszik, spirituális dologgal találkoztunk, egy olyan közeget éreztünk meg, egy olyan rezgésszálát ennek az univerzumnak, amivel nem találkozunk naponta, és amely ilyen fizikai reakciót vált ki belőlünk. Volt kedvenced a kicsik közül? A kedvencekkel rosszul állok, mert nem szeretek kedvenceket osztani, mert ezzel sem értek filozófiailag egyet, hogy itt a nyugati civilizációban mindenre meg kell mondani, hogy most ez a jobb vagy az a jobb. Nem biztos, hogy van jobb meg rosszabb. Ugye elhangzott, hogy 6 gyerekes családból én voltam a nagyobb. Lehetett a szüleimnek kedvence? Na most, hogyha ebbe a legszentebb dologban nem lehet kedvencünk, akkor miért kéne, hogy legyen? Persze majd itt lesz kedvenc könyv, meg persze az embernek vannak olyan emberek, olyan tárgyak, olyan események az életében, amivel úgy érzi, hogy több dolga van, mint mással. Tehát igen, volt, ha így nézzük, akkor a I Love Harfa magyarosan kimondott, elhíresült angol mondásom az érvényes. Érdekes módon egy tanárnőtől két fiatal, csodálatos, hárfás lány is jött, aki számomra olyan módon tudta megnyitni ezt az égi csatornát, amiből a zene áradt, ami egyedülállóan hozzám nagyon közel áll, de ez a kedvenség, ez nem zárná ki a többieket, mindenki a kedvence. Miért ne lehetne? Szép végszó erre vonatkozóan. Egyébként az egyik kislány itt lesz ma velünk az adásban. Viszont térjünk át akkor a könyvre. Mit hoztál nekünk? Szepes Mária a Vörös Oroszlán című könyvét hoztam el. Ezzel is így vagyok, és én a őszintesség híve vagyok. Kellett mondani egy kedvenc könyvet, ezért mondtam egy kedvenc könyvet, de tudok holnap mondani egy másik kedvenc könyvet, hiszen erről is az a véleményem, hogy a könyveknek is, az embereknek is, és az eseményeknek is az életünkben van egy szerepe. Föl kell fedezni, hogy mi a szerepe. Én nagyon-nagyon sok könyvtől, vagy könyvből tanultam nagyon sok mindent. Ez az egyik ilyen, és talán most, mivel ez villámlott át először a fejemen, most először ezt mondtam azért, hogy talán ennek nyomán valaki elolvassa, akinek ezt a beszélgetést hallania kell, és akinek dolga lesz ezzel a könyvvel. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Természetesen mi is olvasunk minden nap, méghozzá szeretett leveleket, és most is kaptunk egyet Rajkiné Etától, aki azt írja, hogy kedves családbarát stáb, nagy szeretettel nézem és gondolok a családbarát műsorvezetőire, nagyon sok szép dolgot tanultam a műsorból, és folyamatosan követem önöket. Nagyon szépen köszönjük a kedves sorokat, és természetesen az ő képeslapját is feltűzzük a szeretetfalunkra. Addig kérlek szépen, Gergely, fáradját a konyhánkba, ahol már Wolf Kati sürög forog. Oh. Még nem sürög forgok, már csak de most rajta hamarosan vár. Fog, hiszen te leszel a mai sztárséfünk. Köszöntünk szeretettel, és köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm én is a meghívást. Én egy almás pitét fogunk csinálni, az nálunk gyakorlatilag két hetente van, vagy inkább hetente, de egy kicsit egészségesítve, egy pár éve én elkezdtem otthon kísérletezgetni, nem csak fehér lisztet használva, ez most egyébként is ugye nagy divat, meg a nagyobbik lányom, ő húson és csokin elélne, úgyhogy mindenki be van sajnos oltva zöldséggyümölcsen, úgyhogy mindenféle itt kitalálok, hogy mi az a köntös, amiben mondjuk az almát elfogyasztja. És ebben mondjuk akkor egészséges alapanyagok vannak. A liszt az egyébként mindig így akartam főzni, tehát ez minden nő álma, hogy ki van mérve, minden le van reszelve a citrom, mert nem így néz ki a főzés, hanem először első fázis, mit főzzek, süssek, elmenni bevásárolni, eleget veszel, hazamenni, kimérni, tehát ez már a... Hát és akkor ez az asztal, mint egy konyha máshol. Egyébként igen, ha ilyen nem lenne otthon, akkor... Na látod, kényeztetünk téged. Otthon szoktál a gyerekekkel is sütni, említetted ezt már. Igen, ők is néha részt vesznek benne, mondjuk speciál pont nem az almás pitébe, de ugyanezzel a tésztával szoktunk csinálni diós, meg mákos, meg lekváros kiflit, és gyönyörű. Én ufónak hívom azt, amit én csak mákos ufó, mert egy ilyen borzalom lesz, amit ők hajtogatnak a kis kezükkel, az mindig gyönyörű, szép, olyan, mint ahogy ez megvan írva nagy könyvben. Az almát te választod, vagy a jó Isten adta?
Szóval, hogy úgy ezt a stáb választott. De hogy milyen alma kell ehhez, vagy van preferencia? Minél soványkásabb az alma, annál jobb a pitébe. Kis, nem kell hozzá sok cukor, szerintem is akkor cukor van egyébként benne, vagy van, valami de... alternatív? Hát én nátszukrot szoktam használni, megy a nagy vacila mindig, hogy vajon melyik cukor milyen. Hát akkor ebből is az egészséges. Igen, én nátszukrot, és abból sem nem kell sok bele. Tehát a tésztának van egy olyan jó íze szerintem egy kis cukorra. Ne, sőt, a tésztában nyírfa. Már nem is szoktam. Azt én nem annyira szeretem, de elég. Azzal is de van mellékíze, van otthon. Szerinted? Nem, ezt szerintem pszichés. Valahol olvastam, hogy ha sokat eszel, akkor meghajtasz. Igen. Igen. Ja, tényleg. Csinálom a reklámot. Hát de nem kell sokat, mert az nagyon édes. És nincs igen. Az mellékíze, ami ezeknek a régebbi mesterséges. Gergő, kutyusoknak például tilos nekik, meg aztán igen. Méreg. Úgy van. Mondjuk nem, mint a lenne a kutya, de ha esetleg valamikor lesz, és nem veszem észre. Szóval inkább nátszukrot szoktam használni. Uh-huh. És még egy dolog, most tejföllel fogjuk csinálni, de sokszor szoktam rizstejjel, mert a férjem az nem annyira eszik tejtermékeket, és akkor a rizstejjel is pont ugyanolyan jó lesz, uh-huh. És akkor az is megeheti, aki nem bírja a tejtermékeket. Nincs olyan, azt nem ismerem, a kókusztejet ismerem, de annak uh-huh. Kókusz íze van, és minden, amit kókusztejjel csinálnak, az kókuszos lesz. A almáspite is kókuszos. Igen, a rizstejnek nincs ilyen mellékíze. Én mondjuk inni nem annyira szeretem, én szeretem a tejet, de annak elég semleges íze van. És hát egészséges. Kati, vissza fogunk jönni hozzád a műsor jó. Folyamán. Még egyet említs meg nekem, hogy... Most csak magyarázok, de nem csempet, kéne közben csinálnom. Addig nem baj, tartom. Nem baj, el is kezdheted egyébként nem, csinálni. Állítólag a nők tudnak többfele figyelni. Arról mesél nekem, hogy mire készülsz most a közeljövőben. Erre még ezt elmondom, hogy ezt gyúrni kéne ezt a tésztát, ezt igen. Minden házasszony tudja, de az én legjobb barátom a kenyérsütő, amit csak erre használok, belerakod, benyomod a gombot, és összegyúrja igen. Ilyen gyönyörű szép gombóccá. Ezek a specialistek egyébként a teljes kiörlésű liszt van benne, tehát mindig úgy sem, hogy a fele az rendes liszt, mert egyébként az egész teljes kiörlés akkor kicsit durva lesz a süti, és ez meg zappehely liszt, attól is nagyon finom lesz. Közben egyébként készülök a Dal című versenyre, amit az M1-en fog menni, és bekerült az előbb énekelt dalom, bekerült a 30 legjobba, és nagyon-nagyon izgulok, hogy megint arra a színpadra állok, hiszen amit már egyszer megjártam. Így van, tapasztalt versenyző vagy. Tudsz főzni a szakma mellett, vagy szeretsz? Mert ugye sokakat ez kapcsol ki. Főzni utálok. Utálsz. Sütni nagyon szeretek, igen. Főzök, mert muszáj, mert két gyerek meg férj az eszik otthon, én is. De nem főzök minden nap. És ha főzök, akkor ennyit, és akkor három napig azt teszik. Igen. Látjuk, hogy föltartunk, és nem megy annyira a megosztás, mint ahogy szeretnéd. De azért, időd. Azért közben jár az agyad? Vagy pedig akkor igen. Éppen az, hogy agymosás is. Nem, egyébként pont itt szoktam, gyakorlatilag szinte most itt énekeltem, és itt főzök, ez otthon is így szokott kinézni a konyhában, sőt, amikor daltanulok, akkor így ki van rakva a dalszöveg. A sugógép a konyhaszekrény. Igen, a konyhaszekrény. Ott vagyok a legtöbbet aha. Egyébként, pont a múltkor valahogy, nem is tudom, lecsücsültem, és ránézett a kicsi, te menjél a konyhába. És akkor oda ki vannak rakva a dalszövegek, és akkor ott, amíg sütök, főzök, addig. Kati, vissza fogunk jönni hozzád, jó? Úgyhogy nyugodtan lássd hozzá. Azért figyelünk menet közben is, időnként ide fogunk pillantani. Önöktől pedig továbbra is kérünk recept ötleteket, ha van olyan receptjük, illetve ételük, amelynek elkészítését megosztanának velünk, akkor írjanak mindenképpen. Érdemes lesz, hiszen értékes nyereménnyel jutalmazzuk a legjobbakat. Kedves nézőink! Van olyan receptjük, amit még a nagymamától tanultak? Esetleg a múlt héten főzték meg először, de olyan jól sikerült, hogy már is pályáznának vele. Küldjék be legjobb receptjüket a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikére. 1037 Budapest, Kunigunda útja 64-es, családbarát@mtva.hu. A legjobbnak ítélt három recept beküldője értékes ajándékokat nyer. Kora Levics Rita, képzőművész, designer lesz ma itt velünk, köszöntöm szeretettel. És hát úgy látom, vázák díszítését fogod nekünk bemutatni egy speciális eljárással. Mi is az pontosan? Hát maga a váza az papírtépből készült, és most a munkához már előkészítettem, ami azt jelenti, hogy van rajta egy selyemfényű lak, és erre fogok egy feliratot aranyfestékkel majd felfesteni. Uh-huh. Úgyhogy ettől kapja majd el a végleges formáját, mert mindegyiket egy kicsit próbálom egyediesíteni.
De az üvegre teszed rá ezt a papírt? Tehát az üvegvázára teszed rá a papírvázat? Igen, van egy alapforma, és akkor arra kell feldolgozni két rétegben az alapanyagot. Meg szabad fogni, nem? Persze, nyugodtan, ezt azért is hoztam el, mert ez az első fázis. Tehát így néz ki, amikor a félkész munka így néz ki, amikor az alapról én leválasztom ezt a... Na igen, és közben levágod az üvegről? Így van, van egy üveg, arra felhordom az első réteget, majd ezt követően félbevágom, hogy ki tudjam szabadítani az üveget belőle, és ezt követően egy újabb réteg kerül rá, és utána jönnek még ezek az esztétikai dolgok, mint a lakkozás. Ugye ez valamennyire a te szabadalmad, mondjuk így. De facto szabadalom, vagy pedig... Ezt azért csinálhatja más is. Hát éppenséggel csinálhatja más is, de úgyis más, hogy fog kinézni az őket. De mi az, amire ebből te jöttél rá, vagy te kísérletezted ki? Hát nem volt receptúrám hozzá, igazság szerint, szóval én egész véletlenül kerültem hozzá, mert nagyon sokféle anyaggal foglalkoztam. Hát, hogy valamilyen... Véletlen ráfröccsent valami egy üvegre, és akkor... Nem, csak fel akartam gyorsítani egy folyamatot, amit eredetileg kerámiából terveztem egy kompozíciót megcsinálni, de az sokkal tovább tartott volna, mint például a papírból. És akkor fogtam a papírt, és házilag otthon elkezdtem vele bíbelődni, és aztán ez kinőtte magát olyannyira, hogy ezt most már műhelyben végzem, és napi szinten nagy mennyiségben. Ez egy jó újrahasznosítási módszer is tulajdonképpen. Ez az, igen, mert a szomszédos nyomdából kapom hozzá az alapanyagokat. Nem akarom rontani az üzletet, de ez drága ez az anyag? Aztán elmondom, hogy miért kérdezem. Nem, az alapanyag. Mert hogy nem. Szerintem egy csomó minden, mert rögtön az ember agyal, hogy mire lenne felhasználni. Ugye díszlettervezők makettezéséhez, azt gondolom, hogy ez viszonylag egy érdekes anyag. Persze ott is nagyon sok minden van már, de... Működőképes. Sok mindent. Hát bábokat egyébként. Terepasztalt. Igen. Bútorokat, bábokat. Készül el egy ilyen gyönyörű vázat? Ez nehéz. Igen, mert száradási időtől függ. Nyáron gyorsabban, télen lassabban. Nem télen van szárazabb levegő a fűtésben? De kiteszem a napsütésbe a nap alá, és akkor hamar elvégzi a dolgát. Mi a terhelhetősége? Szóval mi az a tárgy, amit maximál? Hát például nem törik. Tehát, hogyha ez most leesne az asztalról, nem törne össze. De rá nem. Vagy szerintem, ha eldobnánk, se biztos. Még nem próbáltam, de egy elég masszív a cellulóz tartalom miatt azért van egy erős kötőanyag. Aha. Szóval akkor jó az a váza, amelyet most így el fogsz készíteni. Igen. És ezek azok az úgynevezett papír... Vagy nem, ez nem papírnak papír tűnik. Papírpép, igen, ehhez még került egy adalékanyag, a fűrészpor került hozzá, azt is az asztalos műhelyből kapom, tehát ezt is újra hasznosítom tulajdonképpen, mert ez egyébként kukába menne, és ez meg csak, hát igen. De ez az első fogás, ez a második, vagy pedig... Szóval vagy ez ugyanaz? Ez ugyanaz, ugyanaz vagy pedig összekerül a kettő? Ez az alapanyagot színeztem meg, ez attól más. És ez ugyanaz, csak ugyanaz az egy alappapír, igen, igen. És ez más fázisban van, hogy ez ilyen... Nem, ahhoz több cellulóz került, ennyi. Jó, rendben, akkor hagyunk is téged dolgozni, jó? Aztán majd az adás végén visszajövünk, és megnézzük, hogy mit kreáltál nekünk. Ja. Most viszont fő egészségügyi témánkkal folytatjuk, ami nem más, mint a fagyás. A hidegnek bizony vannak veszélyei, és erről fogunk beszélgetni szakértőnkkel, de előtte nézzék meg Zakar Ádám kollégám riportját a témával kapcsolatban. Kötszer, gyógyszer, fokhagyma és kenyér. Vajon melyik a kakukk tojás a mentőkocsiban? Elárulom, egyik sem. Ezzel és még egy jó adag szaloncukorral indulultak a Máltai Szeretett Szolgálat mozgó rendelője. Fedélzetén dr. Őri Ajándokkal, akit a köznyelv csak úgy hív, a szegények orvosa. Már most olyan 10-15-en ott állnak. Este 6 és mínusz 6. Ezek a legfontosabb számok a Szél Kálmán tér felé haladva, ahova minden csütörtökön négy keréken érkezik a gyógyulás reménye. A rendelő kis túlzással pont olyan, mint a tégából készült társai. Vagyis az orvos diagnózist ad, és hozzá receptet a fedél nélkülieknek. Ilyenkor persze antibiotikumot kellene adni, de azt az utcán nem lehet, mert olyan legyengülő hatása van, vagy legyengítő hatása van, hogy ezt utcára nem tanácsos adni. Érzed már a meleget? Ez üremfűvel van töltve ez a szivarka, és ahogy izzik,
illóolajok mennek be a bőrbe, és olyan érzés, nem, mintha meleg behatolna a füledbe. Igen, igen. Kisebbednek az elvonási tünetek, jobban alszik, nyugodtabb lesz, és hát összességében tisztul a feje. Ferenc 8 éve él az utcán, ahol szerintem minden év legalább 3-at számít. Hány éves Ferenc? 40. Mit igen. Szól az, hogy a doktor úrék itt segítenek hétről hétre? Jó, jó dolog, nagyon jó. Ez mindig jó is volt, szóval nem, ez nagyon jó, kellemes dolog, hogy lehet működni, és jót szeret adani mindent, amit kell. Lábszárfekélyem van, és a doktor úr még a zsebiből is megveszi minden betegnek a gyógyszert. Nagyon rendes a kormány. Ilyen orvos még ritkosan. Nagyon sok életet tudtunk megmenteni. Sikerült beszállítani fagyhalál közelében lévő embereket megfelelő ellátásra. Szívinfarktustól óvtunk meg embereket, úgyhogy időben felismertük. És persze, ha nagyon súlyos, akkor mi is mentőt hívunk. Ha mozgó rendelő egy épület lenne, azt kell, hogy mondjam, gyakran kitehetnék a megtelt táblát. Érzékeltetésű mondom, évente 7-8 ezer kezelésnek adnak helyet itt. Ez pedig olyan, mint egy átlagos kisvárosi házi rendelő forgalma. A mozgó rendelő hétköznapi csodája, hogy a hajléktalanokat is mozgásra bírja. Őri ajándok doktor úr ugyanis kis túlzással addig nem engedi el innen a pácienseit, amíg meg nem tornáztatta őket a szabad ég alatt. Miért csinálja? Én személyesen? Hát kell a lelkem. Másképp érzem magam, hogyha olyanoknak tudok segíteni, akik nem tudják viszonozni. Mert ugye, ha valaki segít, akkor általában kapja is és várja is a viszonzást. De ha valaki úgy segít, hogy nem hogy kap, hanem minden csak ad, amilyen van, akkor az sokkal jobb érzés. És miért ne csinálnánk? Hát hiszen a legelesettebbeknek van szüksége ránk. Dr. Papp Csaba főorvos urat köszöntöm a témával kapcsolatban. Köszönöm, hogy bejött hozzánk. Nos, ahogy a kisfilmben is láthattuk, a városokban sajnos a hajléktalanok vannak leginkább kitéve a kihűlésnek, ahogy ön azt mondta, illetve a fagyásnak. Így de van. Kik érintettek még? Érdemes ketté választani a kettőt, ugye a fagyást és a kihűlést, mert a fagyás az gyakorlatilag egy körülírt testrészünknek, általában az orrnak, fülnek, de leginkább az ujjaknak körülírt hideg ártalom okozta sérülése, ez a fagyás. A kihűlés viszont az egész testet érinti, tehát gyakorlatilag ott a szervezet maghőmérséklete, ami a belső szerveknek a hőjét jelenti, az csökken egy kritikus szint alá, és éppen ezért mindegyik egy picit más-más csoportot érint. A hajléktalanok, szegények azok, akiket mind a kettő. Ők gyakran olyan helyzetben vannak, hogy könnyen ki is hűlnek, és olyan komoly fagyások alakulhatnak ki. A kihűlés az sajnos érinthet idősebb, bizonyos betegségekben szenvedő, rossz szociális helyzetben lévő embereket, akik nem tudnak kellőképpen fűteni mondjuk a lakásban, illetve olyan betegségben szenvednek, ami miatt az ő hőszabályozásuk az kárt szenved, és ezért már nem kell, hogy nulla fok legyen, 11 néhány fokos szobában is ki tudnak hűlni. Fagyásnak pedig értelemszerűen inkább talán azok vannak kitéve, akik tartósan vannak mondjuk a szabadban, és nem figyelnek oda eléggé arra, hogy az orrukat, főként az ujjaikat, a lábukat, tehát a végtagjaikat védjék. Akár olyanok túrázók, sportolók, akik nagyon-nagyon sok időt töltenek a hideg levegőn. Vagy akár olyan munkahelyeken, ahol... Vagy akár olyan munkahelyen is dolgoznak, igen. Milyen fokozatai vannak a fagyásnak? Hát a fagyás az is többféle fokozat, ugye különíthető el, mondjuk nagyjából három nagyobb fokozatot szoktak, az enyhe, középsúlyos, súlyos fagyást. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy milyen mélységig érintett és milyen mélységig fagy meg az adott terület. Először értelemszerűen az embernek a bőre és a legkülsőbb réteg szenvedi el a hidegártalmat, és minél tovább és minél nagyobb mértékben szenvedi ezt a hidegártalmat, annál mélyebbre terjed ez a fagyási folyamat. Enyhébb esetben igazából ez egy néhány nap alatt rendeződő folyamat, csak a hám károsodik, és majd ezt a károsodott hámot ledobja a szervezet, és gyakorlatilag új képződik. Uh-huh. Komolyabb esetben már hólyagok alakulhatnak ki,
és ilyenkor már esetleg visszamarad valami a fagyásból, ez teljesen hasonlít az égéshez egyébként végül is. Nagyon súlyos esetben azonban teljes elhalás következik be, és az illető terület, még egyszer mondom, általában végtagok, ujjak, orr, fül, az teljesen elhal. Van olyan eset, amikor fölülfertőződik, ez a problémásabb, van eset sajnos, amikor pedig egész egyszerűen szárazon elhal, és gyakorlatilag amputálódik. Ez a legsúlyosabb. Igen, szerintem arra nagyon fontos odafigyelnünk, mert hajléktalanokkal együtt érzünk, próbálunk tenni ki, amit bír, de hogy ez tulajdonképpen mindenkire, tehát ha elmegyek túrázni, mint ahogy elmentem, szilveszterkor mínusz 14 fokban, tehát gyakorlatilag néhány óra alatt már valami, hogyha nem figyelek oda, nem öltözöm rendesen, akkor mindenkit érinthet, vagy igen, ez pontosan így van, és különösen az a legveszélyesebb, hogy az ember azt gondolja, hogy ez csak nagyon hidegben fordulhat elő, és nem így van. Tehát már néhány fokos, plusz néhány fokos hőmérsékleten, például ha valaki mondjuk a lába nedves, belelépett egy pocsolyába, átázott az oknia, szoros ruhát, szoros cipőt hord, és ebben tartózkodik nagyon-nagyon sokat, nem mozog rendesen, akkor ott is kialakult a fagyás. Még egy rövid kérdés szívesen föltennék, mert nagyon érdekel engem ugye az, hogy a fagyás és az égés, egyébként érzetre is tudjuk, hogy hirtelen nagyon hideg vagy nagyon meleg alányulunk, nem is tudjuk, hogy most akkor ez melyik volt. Ugye a fagyásnál, ha jól tudom, a sejtnek a nedvesség tartalma a kristályosodik, roncsolja belülről a sejtet. Az égésnél nem ez a miért mégis ugyanaz az érzetünk? Ez? Azért, mert azok az idegek, amik a hőérzetért felelősek, azok végül is közösek, tehát nyilván meg tudjuk különböztetni az agyi tudásunkkal úgymond a hideget és a meleget, de maguk az ideg végződések azok ott futnak kint a periférián, a bőr alatt, amelyek a hőváltozásait tudják érzékelni. Ugyanaz a szenzor közvetít. Gyakorlatilag ugyanaz a szenzor, és ez magyarázza ezt a tényleg tapasztalat, és hogy nagyon hideghez hozzányúlok, az olyan első pillanatban akár, mintha égetne. És amikor kihűlök, akkor egy negatív lázam lesz, tehát a húsomat megmérnék belül, akkor nem 37 fokos, hanem egyszer csak elkezd 36 lenni. Kihűlés azt jelenti, hogy az a ami igazából mondjuk a mellüregben, hasüregben van, tehát a zsigeri szervekben található, ugye a végtagok azok mindig egy kicsit ebből a szempontból önállóak. Télen, ha kirakom a kezemet, akkor az hideg lesz, de a belső hőmérsékletem az 37 fok. Ha ezt megmérjük, akkor ez 35 fokig nagyjából benne van abban, hogy a közeghez való alkalmazkodásnak tekintjük, de 35 fok alatt ezt már kihűlésnek kell nevezni, és attól függően, hogy milyen fokban csökken le ez a maghőmérsékletnek nevezett hőmérséklet, megint csak enyhe, középsúlyos és súlyos kihűlésnek kell ezt tekinteni. Nagyjából 32 fokig enyhe, 28 fokig közepes, és az alatt súlyos. És hát sajnos mi nem egyszer találkozunk, most a közelmúltban nagyon sok olyan beteget, akik várjon 19-20-22 fokig. Szóval ez egy reális dolog. Ez egy nagyon reális dolog. És idén az volt a megdöbbentő, hogy az elmúlt évekkel szemben, amikor főként utcáról, vagy hát erdőből érkeztek betegek, most nagyon sokan otthonról, lakásból, de nagyon rossz körülmények közül érkeztek, illetve néhány esetben olyan speciális betegségük volt, ami miatt nem kellett, hogy nagyon hideg legyen a lakásban, 16-17 fokban is kihűltek napok alatt. Melyek azok a szervek, amelyek leginkább ki vannak téve a kihűlésnek? Igazából tulajdonképpen az összes belső szervünket ez károsítja, a keringési rendszert nagyon károsítja, tehát igazából ilyenkor az a veszélyes, hogy olyan ritmuszavarok, szívritmuszavarok alakulhatnak ki, amelyek életveszélyesek lehetnek, és nagyjából ezek az olyan 26-28 fok körül alakulnak ki, akár amikor csökken a hőmérséklet, akkor is, illetve hogyha elkezdünk valakit visszamelegíteni, akkor megint csak ez egy ilyen kritikus zóna, és ez a legkritikusabb periódus, mert ilyenkor veszíthetünk el valakit legkönnyebben. Lassan kell visszamelegíteni. Kell visszamelegíteni, nem szabad nagyon agresszívnek lenni ebből a szempontból. Mi a technológia? Be kell bugyolálni, hát, vagy meleg helységbe kell tenni? Hát ha most arról, ha nem a kórházi ellátásról, vagy nem a szigorúan a szakmai oldalról beszélünk, akkor igazából az illetőt be kell bugyolálni. Nagyon fontos, hogy a törzsét, az ágyékát, derekát, illetve a vállát, nyakát, tarkóját, fejét, azt bugyoláljuk be. A végtagokat nem kell minden áron nagyon-nagyon bebugyolálni. És hogy az illető ilyenkor legyen száraz, tehát semmiképpen nem nedves közegben, és egy elfogadható hőmérsékletű közegben. Kerülni kell a mozgatást, az nagyon-nagyon ártalmas lehet, hogyha egy lehűlt embert elkezdünk nagyon mozgatni, hogy na és akkor... És miért? Azért, mert egyrészt ő eleinte izom remegéssel próbált hőt termelni, és így próbált védekezni a lehűlés ellen a szervezet, viszont ezek a tartalékok kimerülnek, többek között ezért is hűl tovább. Tehát ebben az esetben a tartalékaitól megfosztott embert még egy terhelésnek tesszük ki.
Másrészt pedig, ha mozgatjuk, akkor picit az addig összeszűkült erek kitágulnak, viszont a végtag nagyon hideg, és ez a nagyon hideg vér sokkal nagyobb mennyiségben áramlik vissza a központi szervekbe, és megint csak ezeket az előbb említett káros mellékhatásokat okozhatja. Tehát a hirtelenségtől, meg a nagy agresszivitástól óvakodni kell. Nem vagyunk sajnos már tengeri nép, de azért Dunánk, meg Tiszánk, meg vizeink vannak. Mi van, hogyha hideg vízbe esünk, akkor mi a, mondjuk egy baleset során, akkor mi a kihűlés elleni védekezésnek a... Mondjuk persze nyilván, hogy kimászunk, de hát hogyha... Úszunk egyet. Sajnos a víz az ugye tudjuk, hogy nagyon jó hővezető, tehát 20-25-ször jobb hővezető, mint a levegő. Gyakorlatilag egy pár fokos, mondjuk ilyen téli vízben villámgyorsan, tehát mondhatom azt, hogy 10-15 perc alatt olyan szintre kihűlhet valaki, hogy az életveszélyes lehet. Tehát aki bent van a vízben, sokat nem tud tenni, mint hogy megpróbál minél hamarabb. De jobb mozogni, hogy vagy pedig egy az energiát vesztünk? Nem, egy darabig mindenképpen, mert hogy ez legalább hőt termel, de ez hamar ki fog merülni ez a tartalék, hamar el fog fogyni. Tehát igazából itt 15-20 perc lehet a kritikus mondjuk ilyen téli vízben, de a 13-14 fokos vízben is ki lehet hűlni, nyilván ott hosszabb időt kell. Most arra gondolok itt a kérdéssel, ugye, hogyha szaunázunk, akkor bemegyünk a hideg vízbe, és a test hő termel, és a 1 centis vagy fél centis határréteget fölmelegíti, és ott az a jó taktika, hogy nem nagyon mozgok, hogy ne túrjam el onnan a fölmelegített vizet. Hideg vízbe, akkor ezek szerint az a jó taktika, mégiscsak, hogy mozogjak, és reménykedjek abban, hogy 10 percen belül kimentem. Igen, igen. Röviden igen. Köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta nekünk, doktor úr, és ha teheti, akkor maradjon velünk a telefonoknál. Úgyhogy, ha van kérdésük, akkor hívhatják a doktor úrat a 061-759-5500-as telefonszámon. Az adás végéig is ő majd vissza is jön hozzánk, és elmondja, hogy miket kérdeztek önök. Viszont most játszunk, és a kérdésünk természetesen Gergelyhez kapcsolódik. A kérdés pedig az, hogy melyik évben végzett Keselyák Gergely a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Az A válasz szerint 1995-ben, a B válasz szerint 1994-ben, a C válasz szerint pedig 1997-ben. Hétben. A negyedik helyes megfejtő egy líra könyvet nyer, és most rendhagyó módon egy fülbevalót is, amelyet mutatunk a képernyőn. A fülbevalót Laták Zsuzsanna ékszer készítő hagyta itt nekünk. Nagyon szépen köszönjük neki. Igen, mutatják is a fülbevalót és a könyvet is. Most viszont, ahogy azt a héten már megszokhatták, a házasság hetében szeretnénk újból egy párt összeadni, úgyhogy ha szeretnének itt nálunk összeházasodni, akkor bátran jelentkezzenek. Mátkapárok, figyelem! Hamarosan egy éves házassági évfordulóját ünnepli az a pár, akit tavaly a Családbarát magazin stúdiójában adtunk össze a házasság hetében. Akarnak-e önök is hozzájuk hasonlóan nálunk élő adásban örök hűséget fogadni egymásnak? Ha igen, jelentkezzenek! Mi biztosítjuk, hogy február 13-a szerencsés legyen. Megszervezzük esküvőjüket. Pályázatukat a családbarát@mtva.hu e-mail címre, vagy posta címünkre Budapest 1037 Kunigunda útja 64-es küldjék. Ne felejtsék el megírni posta címüket és telefonszámukat is. Jelige, Családbarát esküvő. Továbbra is az egészségünkkel fogunk foglalkozni, és itt van velünk professzor dr. Ludwig Endre, köszöntöm szeretettel. Most egy nagyon aktuális téma, hogy az influenza. Mikor beszélhetünk járványról, vagy egyáltalán közeleg-e járvány mostanában? Hogy lesz-e járvány, azt nem lehet tudni, de azt, hogy az influenza-szerű megbetegedéseknek a száma az elmúlt héten már jelentősen emelkedett, az biztos, és azt is tudjuk már, hogy van bizonyított influenzás megbetegedés az elmúlt hétről. Tehát úgy néz ki, hogy lesz, hogy a járvány az egy konszenzuson alapuló szám után kijelentett szituáció, tehát ha egy héten 15 ezernél több új eset van, akkor azt mondjuk, hogy járvány, de hát ez végül is statisztika, a beteg az beteg. Mik azok a tünetek, amikre figyelve mindenképpen arra gyanakodhatunk, hogy influenzával vagyunk fertőzöttek? Az influenza általában súlyosabb, mint ez a szokásos megfázás. Tehát az influenza pláne gyerekek esetében, vagy idősebb emberek esetében súlyosabb képet ad,
például magasabb lázzal kezdődik. Fiatal, egyébként egészséges emberekben is az izomfájdalom, a hajfájdalom az kifejezett lehet nagyon. Nem annyira jellemző a nátha. Torokfájás igen, de egy szokásos megfázásnál ott sokkal inkább ezek a hurutos tünetek dominálnak. Egy igazi influenzánál az elesettség, a magas láz, aztán előbb-utóbb a köhögés, krákogás, és aztán jönnek ott is a hurutos tünetek, de nem az az első. Ugye ez egy vírusos fertőzés, így hát nem antibiotikummal kezeljük, de mi hogyan enyhíthetőek a panaszok? Ilyenkor a beteggel mi a teendő? Hát a legbölcsebb lenne lefeküdni az ágyba és ott maradni. Ezt nagyon régóta tudjuk, hogy ez a legjobb gyógyszer. Egyébként nyilván lázcsillapítót, különböző folyadékbevitellel kapcsolatos rendszabályokat kell betartani, tehát sok folyadékot inni, lázcsillapítókat, semmi egyébre nincsen szükség. A télre jellemző az influenza? Ezen mindig gondolkodtam, előfordulhat akár nyáron is? A hideg évadban. Ennek megfelelően a föld déli föltekén már túl vannak a influenza járványon, és nem a tél elején, hanem mindig Magyarországon és Európában általában a tél második felében és kora tavasszal. Tehát ilyenkor január, február, ez az igazi influenzás hónap. Én azt szeretném kérdezni professzor úrtól, hogy mit lehetne tenni az ügyben. Én 20 éve élek operaénekesek között, ugye 20 éve vezénylek az operaházba lassan, a feleségem maga is operaénekes, és ott ugye azt látjuk, hogy sokszor egy operaénekesnek egy évben 10-12 előadásból kell megkeresnie azt a pénzt, amiből ő él. Hogyha őt megfertőzi valaki, és ebből a 10-12 előadásból mondjuk 4-5 egy héten van, akkor egy hét alatt bukta az egész fél évi fizetését, mert ugye nem lehet énekelni úgy. Na most itt kialakult az operában, hogy ott tulajdonképpen a büféstől a portásig, ha picit is náthás, ne adj Isten influenzás, nem teheti be nagyon a lábát az operaházba. És kialakulni látszik egy olyan kultúra, amit például keleten, például Japánban, Kínában látok, kicsit valaki náthás, a metróra nem hajlan, nem, föl nem merül, hogy föl ne szálljon egy maszk nélkül, hogy ne fertőzze meg a társait. Nálunk pedig buszon, villamoson, krákognak, prüszkölnek, csak éppen még nem köpnek oda. Szóval, hogy nincs annak kultúrája, hogyha beteg vagyok, akkor én nekem vigyáznom kell a többiekre, mert esetleg pénzt, munkát veszíthetnek emiatt, mert sajnos a pénz és a munka nálunk a sajnos, igen. Bocsánat, hogy kicsit hosszan, csak tényleg kíváncsi vagyok, hogy erről mi lenne. A anyósom Dunaszerdahelyen óvónő. Nem vesznek be kicsit náthás gyereket se. Meg kell oldani a szülőnek. És onnan kezdve nincs az, hogy lebetegszik az egész gyereksereg, az egész ország, az egész város beteg. Valahogy érdekes módon megoldják, hogy nyilván senki nem jó szántából beteg, és nyilván valamennyire mindenki védekezik. De ha nekem szabadságot kell kivennem, és egyszer csak elfogy a nyári nyaralásra levő szabadságom, akkor lehet, hogy kevesebb lenne a betegség. Én azt gondolom, hogy ezt valahogy kéne nagyon tudatosítani, hogy bizony, aki beteg, az sokkal-sokkal jobban vigyázzon a többiekre. Ehhez még kapcsolódva azt is megkérdezném, hogy sok ellentétes vélemény érkezik, csak tényleg, hogy a válaszhoz hozzáfűzhetné, doktor úr, hogy érdemes-e oltani, vagy sem, mert ugye sok ellentétes véleményt hallunk ezzel kapcsolatban. Hát egyrészt, amit ön mondott, az teljesen igaz. Ez egy kulturáltsági kérdés. Tehát valóban vigyáznunk kellene egymásra sokkal jobban, és valóban nem helyes, hogy buszon, akárhol mennek az emberek. Tulajdonképpen a hivatalos, az Országos Epidemiológiai Központ honlapján is látható megelőzési tennivaló között ott van, hogy lehetőleg kerülje a tömegközlekedést, ne menjen közösségbe akkor, amikor beteg, tehát ne csak az van, hogy ne tüsszentsen a másik képébe, hanem hát ez is hozzátartozik. De hát ez egy kulturáltsági fogkérdése és egy kultúra kérdése. Azonban szeretnék, hogyha már ebbe a kérdéskörbe mentünk bele, beszélni egy kicsit az oltásról. Ugye a WHO-nak az a célja, hogy minden országban legalább 75%-os legyen az influenza oltással a fedettség.
Európában két ország van, ahol ezt elérik. Magyarországon hát legfőjebb ilyen 15-20%-nál tartunk, annak ellenére, hogy 1,5 millió ingyen oltás áll rendelkezésre. Tehát az oltásnak nagyon sok funkciója van. Egyrészt védi a szemét, ha nem is védi meg attól, hogy esetleg influenzás legyen, de védi a betegség súlyosságától. Tehát nem lesz olyan súlyos a betegsége. És van még egy, és ezzel kapcsolódok az ön által említett témához, hogy az, aki oltott, az nem viszi a torkában tovább a vírust. Tehát tulajdonképpen az operaházra koncentrálva, én azt mondanám, hogy be kellene mindenkit oltatni, mint ahogy sajnálatos módon ez nincsen, de én azt gondolom, hogy etikai elvárás lenne, hogy az egészségügyi dolgozók beoltsák magukat. Köszönjük szépen. Sajnos tovább kell haladnunk egy picit, de doktor úr, kérném szépen, hogyha tud, akkor maradjon ön is itt nálunk a telefonoknál. Önöktől pedig szokásunkhoz híven továbbra is azt kérjük, hogyha önök olyan családban élnek, amelyet szeretnének nekünk bemutatni, akkor jelentkezzenek. Kedves nézőink, várjuk olyan családok jelentkezését, akik úgy érzik, életükkel, családjukkal mások számára is példát mutathatnak, és szívesen bemutatkoznának egy kis filmben, műsorunkban. Mert családban élni jó. Évad végén, még a nyári szünet előtt kiderül, ki utazhat el családjával egy meglepetés hosszú hétvégére, a nyertes családot pedig bemutatjuk egyik hétvégi adásunkban is. Várjuk jelentkezésüket rövid leírással, elérhetőséggel együtt a megszokott címeink egyikére. 1037 Budapest, Kunigunda útja 64, vagy családbarát@mtva.hu, és persze a Családbarát Facebook oldalán is. Megérkezett hozzánk Sauer Bianca és Lázár Kati. Ugye Sauer Biancát ismerjük, ismered, nem kell bemutatnom, ő részt vett a Virtuózokban. Lázár Kati pedig tehetségfejlesztő és drámapedagógus. Köszöntöm titeket szeretettel. Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit szeretettel. Nos, fontos kérdés, hogy hol állunk más európai országokkal szemben a tehetséggondozás terén? Nagyon jó helyen állunk, én úgy gondolom, és minden elismerés Magyarországnak, hogy felkarolja a tehetségeket. És most jelenleg tudomásom szerint több mint 1000 helyen van tehetségpont az országban, ahová a szülők is fordulhatnak a gyerekeikkel segítségért, tehetségdiagnosztikára, tehetséggondozásra, ahol megfelelő szakemberek, a gyerekeket a tehetségüknek megfelelő gazdagító programokra javasolják. Uh-huh. Áshatok egy kicsit Ádám Éváig? Beszélünk arról, hogy tehetség. Igen? Én is kimondom sokszor, meg képzelünk róla nagyon sok mindent. De hogy megpróbáltam magamnak megfogalmazni, hogy mi az. Tudok róla beszélni uh-huh. 3 órát, de arra most mi, nem lesz időnk. Igen? De mi a definíciója? Hát én úgy gondolom, hogy a tehetség az egyfajta látásmód, egyfajta gondolkodásmód, egyfajta viselkedésmód, amely egy attitűd, és alkalmas új szemléletek meglátására. Na most a legfontosabb a tehetségnek a divergens gondolkodásmód jellemzője, ami azt jelenti, hogy egy adott problémára nem csak egy megoldást keresünk, és azt a sablont, amit általában elvárnak tőlünk, hanem ez a divergens gondolkodásmód azt jelenti, hogy van egy probléma, és arra nagyon sokféle megoldást találunk, abból kiválasztjuk a legjobbat. Na most itt eszembe jutott Einsteinnek van egy idézete, aki azt mondta, hogy minden problémára van egy megoldás, de általában 2, és hogyha nagyon okosak vagyunk, akkor többet is találunk rá. Ez nagyon érdekes, mert hogyha addig szűkítettem, és igen? Persze nem lehet egy szóban megfogalmazni, de nekem végül is a rostán az a szó maradt meg, hogy nyitottság. Hát, hogyha itt tartunk a tehetségfogalomnál, akkor szeretném elmondani, hogy 3 nagyon fontos összetevője van a tehetségnek. Az első az a feladat iránti elkötelezettség, tehát a motiváció, uh-huh. a kreativitás a második, a harmadik pedig a
az általános és speciális képességek, hát itt azért egyfajta intelligenciára gondolunk. Na most ebből a háromból születik meg a tehetség, de a tehetség csak akkor tud kibontakozni, hogyha megfelelő módon támogatják a pedagógusok, a család, nagyon fontos szerepe van a családnak, és a társak elfogadása is fontos, és akkor eznek az egésznek a megtámogatása a társadalom részéről jelentős. És Czeisler Endre professzor még hozzátette ehhez a komplex meghatározáshoz a sorsfaktort, ami egy egészségfaktor, és azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a tehetségünk kibontakozzon megfelelő módon, ahhoz igenis szükséges egy adott időtartam, élettartam, és az egészség. Nekem az a tapasztalatom, és kíváncsi lennék, hogy alátámasztja ezt a tudományos rálátás, hogy valaki, ha tehetséges, akkor amihez kedve van, és ami érdekli, abban az irányban ő tehetséges lesz. Szóval én nem, eddig életemben nem azt láttam, hogy valaki a zenéhez tehetséges, de buta a sporthoz, vagy a matekhoz, hanem hogyha ő tehetséges, akkor az, ami őt igazán érdekli, abba az irányba ő el fog tudni indulni, akár később is, 40 évesen. Igen, tehát a tehetségek ugye már egész gyerekkorban, kisgyerekkorban fölbukkannak, előbukkannak, és a tehetségnek nagyon sok jellemzője van. Na most néhányat szeretnék elmondani, és akkor utalok arra, amit ön mondott, hogyha valaki egyik területen tehetséges, az azt jelenti, hogy a többit vonza maga után. Tehát általában ezek a gyerekek intelligensebbek társaiknál, érettebbek, intelligensebbek, komolyabbak, nyitottabbak, érdeklődőbbek, és rengeteg munkájuk van abban, amit ők szeretnek csinálni. És az, hogy valamit csinálnak, abban lelik örömüket. Tehát ez az úgynevezett flow élmény, hogy azért csinálunk valamit, kérdezzük is meg Biankát. Mert abban leli örömét, ugye Bianka? Hány éves vagy, Bianka? 10. 10, és mióta hárfázol? Hát ez lesz az 5. évem. Az igen? Akkor te nagyon szorgalmas vagy. Igen, de hogy hallottad volna, hogy hárfázik, szóval, hogy mintha több mint 10 éve hárfázna, és mintha több mint 10 évnyi vagy egy ember életnyi tudás lenne mögötte, most ne figyelj ide, mert nem akarunk szembe dicsérni. Mi változott a virtuózókot? Volt azóta már koncerted? Vagy sokat kérdezgetnek, jönnek hozzád újságírók, riporterek, vannak tévéműsorok. Mi történt azóta, vagy azóta most egy pici pihi van? Van sok fellépés. Van. És kell sok, tanultál azóta sok darabot. Bianka, tedd a szádhoz közelebb a mikrofont, hogy jobban halljunk, jó? Nyugodtan, nem ha egész közel teszed, majd beállítják a technikusok úgy, hogy jól halljanak téged. Szóval van azóta sok koncerted, és tanulsz új darabokat is? Hát most csak is... Hát, ismételsz, mert annyi a fölkérés, hogy azokat kell elővenni, amiket tudsz. Nem baj, azokban lesz nagy gyakorlatod, de hát gyönyörűeket játszottál a virtuózokban is. Gratulálunk hozzá, nagyon ügyes vagy. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, de előtte nézzünk meg egy riportfilmet, amelyet Kardos Ildikó készített tehetséges fiatalokról. Az ELTE Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumában járunk Budapesten. A gimnázium országos szinten hosszú évek óta a legeredményesebb iskolák egyike. Az elmúlt évek átlagában a végzett diákok közel 100%-át első próbálkozásra felvették az általuk első helyen választott felsőfokú intézménybe, és az országos tanulmányi versenyeken évente 30-40 diák bejut a döntőbe. Perez López Áron Ricardo az ilyen diákok egyike. Ő már saját kutatásokat végez. Arra kíváncsi, hogyan segítenek a fehérje hálózatok a kis mellékhatású gyógyszerek kifejlesztésében. Hát nyilván az is közrejátszik, hogy a gének, mármint hogy az apukám is atomfizikus, úgyhogy volt honnan örökölni, de nagyon fontos volt valószínűleg a neveltetés is, hogy szüleim meglehetősen liberálisak, minden szempontból nagyon sokat olvastam. Ez a téma, a kémia már nagyon-nagyon régóta érdekel, és nagyon sok mindennek utána jártam az évek során. És a iskolák is, ahova jártam, nagyon sokat tettek ezt hozzá, mindenhol támogattak. Tehát a sorosan a hidrogénkorid anyagmennyiségét. Milányi Attila rendszeresen viszi diákjait nemzetközi kémia olimpiára, ahol az esetek többségében kiválóan teljesítenek. Kell egy kitartás, egy motiváció, tehát hogyha a diák
álmodozik, de nem dolgozik, akkor abból ugyanúgy nem lesz semmi. És hát jó, hogyha van egy iskola, ahol megvan a lehetőség arra, hogy ezeket a feltételeket utána kibővítsük azzal, hogy ezt a tehetséget a gyerek kibontakoztassa. Balázs Gergő is az iskola tanulója. Az ő érdeklődési köre több rétű. Kémia tagozaton kezdett tanulni, de két osztály elvégzése után úgy döntött, hogy inkább történelemre váltana, mert jogász szeretne lenni. Az iskola igazgatója engedélyezte a tagozatváltást. A kémia az nagyon megfogott, mert számomra csodálatosan leírta a világ működését, és nagyon sok dolgot megértettem vele, de tényleg akkor is a történelem volt az, amit kikapcsolódásként olvasgattam, és tényleg töri versenyeken pihentem ki magam a kémia után. Érdeklődő, kitartó, sokat olvas. Nagyjából ebben látja, hogy különböző tudományokban is kiemelkedően jól teljesít. Kiskoromban is nagyon sokat olvastam, szüleim is nagyon sokat olvastak nekem kiskoromban, talán innen van a rajongásom a könyvek iránt. Úgy éreztem, hogy nekem ez egyfajta kötelességem, tehát hogy nem szülői által, csak hogyha van egy lehetőségem arra, hogy ennyi mindent megtanuljak a világról, akkor ezt nekem meg kell csinálnom, és nagyon is érdekelt, hogy elmélyülhetek ennyi dologban. És habár az Apácai egy elitiskola, ahová csak jó képességű gyerekek járnak, itt is adódhatnak nehézségek. Amikor a gyerekek bekerülnek ebbe az úgynevezett elitiskolába, akkor ahhoz vannak szokva, hogy általános iskolában ők a legjobbak a saját osztályukban, itt pedig bekerülnek egy olyan közösségbe, ahol mindenki a legjobb. És nekik újra meg kell találni a helyüket, újra barátokat kell szerezni. Ez nem egy könnyű helyzet számukra, és van, aki már itt komoly önértékelési problémákat szed össze. A tanárok mindent megtesznek azért, hogy a diákok átvészeljék ezeket a nehézségeket, mivel az a céljuk, hogy a tehetségét kibontakoztatni képes, és a tehetségével élni tudó diákokat neveljenek. A virtuózokból láthatunk egy részletet, hát tényleg csodálatosan játszol. Ha tehetséges vagyok a számoláshoz, akkor 10-5 az 5. Tehát te 5 évesen kezdtél hárfázni. Igen. Ugye? Elmondod, hogy ez a tehetség, ez hogy tört utat a te esetedben? Hogy kezdtél hárfázni? Hát, zeneóvodába jártunk, és ott a tanárnéni azt mondta, hogy hát, van egy szabad hely a hárfánál is, hogy próbáljuk ki, és kipróbáltuk, és nekem nagyon megtetszett. Igen, nem hétköznapi, hogy egy 5 éves kislány hárfán kezdje rögtön. Igen, nagyon érdekes. Azt kérdezném, hogy a néphiedelem vagy alátámasztja a kutatás, hogy a tehetség az tüzönvizen utat tör magának? Nagyon jó kérdés. Mielőtt ezt próbálnám kifejteni, szeretnék Biankának tiszta szívből gratulálni. Köszönöm. Az eddigi eredményeihez. Köszönöm. És további sok sikert kívánok. Köszönöm. És egyben nem csak neki, hanem a virtuózok minden fellépőjének és szereplőjének. És ha már itt tartunk, és mondtam, hogy fontos az, hogy mennyire a társadalom is elismeri a tehetségeket. A társadalom elismertsége is így a tévén keresztül, a médián keresztül nagyon jelentős volt, hogy megmutathatták ezek az ügyes tehetségek a munkájukat, azt a hihetetlen sok energiát, munkát, amit belefektettek ebbe a műsorba. És aki nézte ezt a tévéműsort, az biztos, hogy pozitív mintát kapott, értéket és színvonalat. Igen, hát... Igen, én úgy gondolom, hogy a tehetség tűzön-vizen utat tör magának, de ahhoz, hogy kibontakozzon, nagyon fontos a család szerepe, már erről egy picit beszéltem az elején. Először is vegye észre a szülő, a család, hogy ebben a gyerekben valami plusz van, és ne problémaként élje meg, hanem nyújtson neki megfelelő teret, hogy kibontakozhasson. A család úgy járulhat ehhez hozzá, hogy megfelelő környezetet teremt a gyereknek, elviszi nagyon sok helyre, olyan helyekre, ami a gyereket érdekli. Tehát kisgyerekkorban a játék az még a tanulás alapja, sok olyan helyre kell elvinni, ahol kibontakozhat, ahol jól érzi magát, amiben jól érzi magát a gyerek, azt az oldalt egy picit megtámogatni, szakembereket keresni hozzá, és fontos a szülői minta.
figyeljünk egy picit arra, hogy ezek a gyerekek nem csak intellektuálisan érettebbek, hanem érzelmileg egy picit sérülékenyebbek. Figyeljünk oda arra az oldalra, hogyha érzelmileg megtámogatásra, lelki erőre van szükség, akkor ezt adjuk meg. Ezeknek a gyerekeknek fontos a lelki szabadság. Egy tehetség akkor tud kibontakozni, de ezt mi is felnőttek érezzük és tudjuk, hogyha megvan a megfelelő szabadság hozzá. Én nem szabadosságra gondolok, megfelelő lelki szabadságra. És néhány gondolatot arról, hogy hová fordulhatnak a szülők segítségért. Országos szinten minden kerületben, itt Budapesten, és minden megyében, minden nagyobb városban vannak pedagógiai szakszolgálatok, ahol szakemberek diagnosztizálnak, vizsgálnak tehetségeket. Vannak a tehetségpontok, ahová lehet fordulni szakemberekhez és megfelelő pedagógusokhoz, és vannak különböző tehetséggondozó egyesületek. Az köszönjük egyik, szépen, hogy az egyik ilyen, ahol én is dolgozom. Diaka, neked is nagyon köszönöm. Szépen köszönjük, köszönjük, és további sok sikert kívánunk neked. Köszönöm, hogy eljöttél külön. Nagyon örülök, hogy láttalak, és nagyon-nagyon-nagyon sok sikert, sok koncertet és sok örömet a zenében, meg az életben egyáltalán köszönjük. Is találkozunk. További mindennyit. Jó, önök pedig most nézik meg, hogy mivel várjuk önöket még a mai adásban. Beszélő tárgyak. Múzeumi játék nyereménnyel. Ne feledjék, újra táncolunk majd Südi Iringóval és Balázzsal. Folytatjuk a twistet. Hamarosan játszunk, a múzeumi Ki mit tud játékunk következik. Szandra muzeológus, aki elhozott nekünk egy tárgyat, amit úgy kell majd kitalálni, hogy nem mondhatjuk ki, hogy mi ez. Tehát körül kell írnunk Szandra segítségével, tehát mi kérdezünk, ő felel, és ehhez fog kapcsolódni a játékkérdésünk. Tehát mi ez a tárgy? A kérdés, majd a végén felteszem a beszélgetés, végén felteszem a kérdést. Milyen anyagból készült ez a tárgy, Szandra? Üvegből készült, és ebből a tárgyból valójában egy meleg fűszeres alkoholos italt ittak a 19. század eleje óta. Kik ittak ebből általában? Ez nagyon változó. Különféle történetek szerint a bányászoktól ered az ital, de valójában ezt a tárgyat a polgári kultúrához köthetjük. Kávéházakban, vagy otthon, vendégfogadás alkalmával, ünnepségeken, téli ünnepekkor ittak. És minden esetben üvegből készült, vagy esetleg más anyagból is? Nem, kifejezetten ez a formája ismert. És a megfejtés segíti talán majd, hogy ugye itt van egy ábrázolása az első oldalán a tárgynak, és hát egy ördögfejet látunk, amit ebből ittak, azt ördögi italnak, pokoli italnak is hívták. Csak ezt itták belőle? Így van. Ez kötelező, hogy ilyen buborékos legyen a széle? Igen, ez egy, igazából az a lényeg, hogy egy vastag falu pohárról beszélünk. Hogy a hőt nevezesse, és meg tudjam fogni a meleget. Mert ugye a boros pohárnak azért van talpa, hogy ne melegítsen meg a hűvös bort, ennek pedig akkor azért van ilyen vastagsága, hogy ne égjen le a bőr a tenyerben. Mindenki hozzáférhetett, vagy az általában a gazdagok? Sok számára. Alapanyag kellett hozzá, ami azért nem volt annyira könnyen elérhető, aszalgyümölcsök, rum vagy pálinka, bor, különféle fűszerek. Tehát mondhatjuk, hogy inkább a polgárság és a magasabb társadalmi rétegek ittek. Ami talán még segítség lehet, hogy a kifejezés, amiből a magyar szó ered, az a német Krampen szóból származik. És még egyszer visszatérnék itt az ördögre, hogy az ördög. Azzal túl sokat segítünk, hogyha megkérdezzük, hogy ezzel csináltak-e még valamit, mielőtt megitták? Így van, csináltak. Nagyon jó a feltevés, méghozzá meggyújtották, tehát égetett ital ez, kifejezetten az ivás előtt, a találás pillanatában. Jó, szerintem nagyon sokat segítettünk, úgyhogy fel is tenném a játékkérdést, ugye mi az alábbi tárgy. Az A válasz szerint ez egy boros pohár, a B válasz szerint ez egy krampampuli pohár, a C válasz szerint ez egy puncsos pohár. Hát igen, az ötödik helyes megfejtő nyer, a nyeremény pedig egy családi belépő a Vendéglátóipari Múzeumba, úgyhogy telefonáljanak bátran, és szerintem jó sokat segítettünk, úgyhogy könnyű lesz megválaszolni.
Most pedig nézzük, mivel várjuk Önöket a hétvégén. Szombaton a komoly zenéjé a főszerep a Családbarát hétvégében. Ide várjuk Lugosi Dániel Alit, aki a Virtuózok egyik nyertese lett. Most megismerhetjük egész családját. Tudták, hogy eredetileg sportolónak készült. Vasárnap Benkő Péteré és családjáé. Mindent megtudhatunk a család állatszeretetéről. Itt lesznek a barátok is, Mikó István, Ruszt Milán, sőt Bebe is. Érdemes lesz tehát a Családbaráttal tartani. És már is visszajöttünk Wolf Katihoz. Igen, már csak a romokon. Hova lett a rengeteg alma? Igen, megettük. Itt van egy nagyon kicsi, és benn van most már sütőben a pont. Arra érkeztetek, amikor tulajdonképpen ez még csak... jön a tetejére majd? Vagy? Nem, ezt ez csak a... föl szoktam vágni, hogy akkor még igen. Még ilyenkor el lehet csocsákozni. Na, mi nem láttuk nagyon a folyamatot, mert hát beszélgettünk közben, úgyhogy meséld el nekünk. Összegyúrtamta a tésztát a gép, de egyébként ugye össze lehet kézzel is gyúrni a tésztát, és azt be kell rakni a hűtőbe. Azért egy fél órára kicsit izgulok, mert azért most nem volt benne egy fél órára, vagy többre is benne tenni. Igen, igen, húzzunk kicsit a műsort még. Betettem a tésztát pihenni. Elég ronda színű a tészta, attól úgy nem kell megijedni, mert azért nem olyan, mint akkor fehér lisztből csinálod, akkor csodaszép ilyen fehér cipó lesz. Ez kicsit ilyen, hát igen, ilyen sötétes színű. Igen, de annak se egységes, hanem szóval, hogy nem túl szép, nem kell megijedni tőle. És akkor az bemegy a hűtőbe, addig lereszeltem azt a rengeteg almát, amit lát. Én nagyon sok tölteléket teszek bele. Szerintem úgy finom a pite, meg egyáltalán a süti, hogy a tészta csak alibi, és a töltelék az sok. Úgyhogy én 8-10 ilyen nagy almát leszoktam reszelni, ez egyébként nagyon lédús volt, úgyhogy még össze is lötyett egy kicsit, úgyhogy nem baj, hogy sok volt. És akkor arra fahéjat szórok, kevés cukrot, igen, mert maradjon meg az alma íze. Itt van még szegfűszeg, igen, ez az. Nem tudom, lehet rá, én nem szerettem a szegfűszeget, szerintem a fahéj az pont elég rá. Mit keresem most? Az, hogy mi ez a két, az egyik só gondolom, az de hogy ez mi? Igen. Ha az a cukor. Hát egy kis cukor. Ez hagyományos cukor. Igen, ez hagyományos cukor, ez érintetlen maradt. A só az azért kell, a nagymamám az nagy süti királynő, elképesztő süteményeket gyárt, és ő mondta nekem mindig, még a legelején, mikor elkezdtem sütni, főzni, minden édes ételbe kell egy csipet só, és minden sós ételbe kell egy csipet cukor. Úgyhogy a só az azért van, de tényleg csak ennyi van benne. Lereszeltem az almát, becukroztam, befahéjaztam, és az levetereszt. És akkor kiszeded a hűtőből a tésztát, kétfelé vágod, és akkor itt kinyújtottam ezbe, mert nem láttátok, pedig nagyon ügyes volt. Visszanézzük. Csinálsz egy nagy laposat, tehát én szerintem tényleg akkor jó, hogyha vékony a tészta. És ami még itt az egészséges voltára, vagy azt erősíti, hogy amikor mielőtt a tésztára rárakod az almát, azelőtt a zsemlemorzsát szoktak szórni rá, hogy ne legyen, ugye, hogy még az beleszív. Nem azt szoktam szórni, hanem zapkorpát. Tényleg nagyon egészséges. Lehetne diót is, de attól azért nehezebb lesz a pite. Nem érzed, de sokkal egészségesebb, mint a... Egyébként én nagyon sok mindenben használom zsemlemorzsa helyett a zapkorpát. Kéznek a jelentőségben, kérdezem, mint karmester. Hogy azt szokták mondani, hogy... Én karmester vagyok, képzeldem, úgyhogy igen, tudom, papíron. De csak papíron. Akkor hiszel, de most ugye konyhában, hogy a nagymamámnak a barna rizse más volt, mint amit én próbálok megcsinálni. Én nem próbálok, de ha mondjuk megpróbálnám. Szóval, hogy valahogy a süteményeknél is szokták mondani, hogy nagyon finom lehet ez is, meg az is, de más. Mindenki hiába, más. Tök ugyanaz. Abszolút. És minden. Én az anyukámtól tanultam szinte mindent. Tőle vannak kézzelírott kis receptes füzeteim, vagy állandó kapcsolatban vagyunk, telefonos kapcsolatban, és ugyanazt teszem bele, ugyanannyit, úgy is mozgok, mint ő, és ez de finomabb lesz. Na, de még fogunk beszélgetni, jó? Úgyhogy még visszajövünk a végén. Addig és kóstolunk is. Addigra készen lesz. Önöket pedig arra kérjük, hogy a játékkal kapcsolatban már ne telefonáljanak, hiszen megvannak a nyerteseink, és mindjárt itt lesz velünk Südi Iringó, valamint Gaskó Balázs, akivel a twist tanulást fogjuk folytatni. Előtte viszont nézzék meg Flumorsoly a kolléganőm riportfilmjét. Miután Amerikában az 50-es évek végére a rock and roll lecsendesült, új táncőrület indult el. A twist a 60-as években a tengeren túlon főleg Chubby Checker nevéhez fűződött. Ti nem tudjátok fölmérni, hogy itt milyen hallatlan küzdelem volt, hogy egyáltalán ez a műfaj ki tudott bontakozni.
60-as évektől az újmódi itthon viszonylag halvány zöld utat kapott. A Twist számokat ugyanis a rádióban rendszeresen játszották, a kompozíciókat slágerszerzők jegyezték és táncdalénekesek adták elő. Még itt-e ott a húz a szív, ó, ej-ej-ej. Igenis, énekeltem az első Twistet. Amíg ide-oda húz a szív, pedig óriási siker lett. Az önfeledtséget, az egyszerű hétköznapokból való kitörés, ez a zenén keresztül, meg a táncon keresztül, különösen az adott fiatalság, az való itt vezette le azokat az energiákat, amik megvoltak, de nem mindenféleképpen tudták ezt kifejezésre juttatni. És a tánc az pedig az mindenre alkalmas. A Twistről aztán nem is beszélve, amikor az egész ország így járt a villamoson is. A Twist és a hatóságok felemás viszonyát a budai ifjúsági park szabályzata is tükrözte. A szöveg így szólt. Kitiltást eredményeznek a következő kihágások. Ízléstelen táncolás, nem tisztámra történő tisztelés, egy lányal több fiú tisztelése, fiúk egymás közti tisztelése. Az új zenei stílus a nyakkendő divatra is hatást gyakorolt. Gyönyörű ezeket a nyakkendő 60-as évek? Persze! Ezt mind Torontóból hoztam. Ez egy nagyon nagy kedvencem volt. A Twist-örület aztán amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is múlt. A 80-as években azonban egy új generáció lelkesedett érte, akik már a Hungária zenéjére csavarták a csípőjüket. És ennek gyakorlati lépéseit be fogja nekünk mutatni Südi Iringó és Paskó Balázs. Köszöntünk titeket szeretettel. Sziasztok. Sziasztok, és akkor most jön egy vallomás Gergely részéről, hogy kapacitáltuk, de ilyen mozdulatokkal, hogy mit lehet? Kivéve azt mondják, hogy amikor dirigálok, akkor néha táncolok. Közben én nem, de mit olyan harmadik, vagy bármi, de nem, de nagyon szeretem a táncot. Szeretem az operában is a balettet, dirigálok nézni. Balettet. Nézni meg dirigálni, de a táncot azt meghagyom. Akkor vezényelj kérlek nálunk is, hogy ki mit csináljon. Úgyis süti, már énekeltem. Tehát hol tartunk, ezt elkezdtétek, igaz? Igen, mi ezt már az előző alkalommal elkezdtünk Twistet tanulni, azt tanultuk meg, igen, nagyon jó tempóban tanul a Balázs mindent, hogy van nekünk egy törölközőnk, és ezzel a törölközővel megtöröljük a popsinkat, úgy, hogy közben a sarkunkat megemeljük a talajról, hogy könnyebben tudjunk fordulni a lábunkon. Ebből adódóan már tudjuk is a Twistnek minden egyes fortéjás rejtelmeit. Igen, tehát a lépés az összesen ennyiből áll. Innentől kezdve mindenki a saját ízléséhez méltán táncolja a Twistet. Megtanultunk egy ilyen plusz lábhúzásos részt, aztán ugyanezt meg tudjuk csinálni a másik irányba is. És azok, akik nagyon bátrak és nagyon vagányak és bevállalósak, azoknak van egy nehezebb figura, amit mondjuk már párban lehet táncolni, mert ugye azt beszéltük, hogy a Twistet akár egyedül is lehet táncolni, akár lány-lányjal is táncolhatja, nem kötelező kézfogásban táncolni, hanem akár egymással szemben is lehet. És most pedig tanulunk egy nagyon látványos, nagyon jó figurát. Úgy néz ki, hogy jobb lábbal indul a rugás, rúg, húz, rúg, bal lábbal, rúg, húz, rúg, és jobb, elől, bal, a mondókája, rúg, húz, rúg, 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 Jézus. Oké, ha megtanultuk a mondókát, sokkal egyszerűbb megcsinálni a lépését. És ez úgy fog kinézni, hogy jobb kéz, mintha szkanderoznál. Igen? Igen, összefogjuk, majd mindenki a saját jobb lábával indul a rugással, hogy rúg, húz, rúg, majd bal kézzel folytatjuk, rúg, húz, rúg, csere, rúg, húz, rúg, és rúg, húz, rúg. Rúg, húz, rúg, rúg, húz, rúg. Tempó, egy, két, ha, egy, két, ha, egy, két, ha, egy, két, ha. Kellően bebelegettünk ahhoz, hogy ezt most már zenére is meg tudjuk csinálni. Úgyhogy kössük össze az előző alkalommal, jó? Tehát kérdünk egy kicsit topogást, vagy valamit. Nekem ez az utóbbi mozdulat már túl bonyolult. Ez még nem lesz. Rögtön el kellett lenni a konyhába. Nagyon szép szín, igen. Jó, tehát indul a törölközős mozdulat. Igen. Zenére. Ezt tudjuk hármasban is csinálni. Vagy konyharuhás mozdulat is lehet, igen. Húzzunk érdet. Mit csinálom? Azaz. Aha. Na négyet húzunk. Három, és egy, kettő, három, négy. Szuper! Kati, nagyon jó volt. Most maradok a lebe kifölni. Ja. Igen, meg is. Csak ez a bizonyos előre hátra. Gyere felém. Ja, igen, én vagyok rá. Gyors. Te jössz rá. Ezt felejtésben hoz. Azaz. Igen. Meg ilyen. Nagyon jó. És akkor visszatérhetünk.
ahhoz, amit most tanultunk. Hú! Ja. Jó. Bevágítunk. Figyelj! 5, 6, 7 és rúg! Aha! Rúg! Na, ütemre, ez rúg! Bravo, Balázs, jól van? Nagyon megy, ez nekem. Milyen jól csinálja egyébként. De még milyen jól. Nagyon ügyes. Ez az! Jó, ide után azért, hogy nem mehetünk egy kis popsizása. Gyere, popsi. Megy ez neki. Másik. Cigomlán családbarát jól legyen. Popsi. Végezze, gyere. Popsi. Ez valahonnan ismerős. És popsi. Szuper. És mehet. Jó, kalóriát tudsz mondani? Persze, órára, hogy mennyit égetünk. Ezek után lehet tenni a süteményt, amit csinált a Kati. Mert hogy lemozogtuk már előre azt a mennyiséget, amit meg fogunk enni. Hú, bármire táncolhatjuk, bármikor bevethetjük. Természetesen, ja. Mint ahogy mondta az Orsi is a kisipoltban, ennek vannak magyar számai, külföldi számai, de gyakorlatilag bármelyik stílusa lehet izomlázai twisztelni. És igen, kellően el lehet jutni oda, hogy... megtanulta Balázs is ilyen gyorsan, tényleg gratulálok, remek tanulmányt. A jövő héten mással fogjuk folytatni. Igen, a jövő héten folytatjuk, már egy kicsit új vizekre megyünk, és csacsacsázni fogunk. Akkor is várunk titeket, akkor szeretettel. Önöktől pedig továbbra is várjuk gyermekeikről készült fényképeket. Kedves nézőink, megújulva folytatódik az Itt repül a kismadár gyermekfotópályázatunk. Küldjék be a gyermekükről készült legjobb amatőr fotót a családbarát@mtva.hu e-mail címre, vagy a Családbarát Facebook oldalára a gyermek nevével, postacímével és telefonszámmal együtt. A nyertest fotósarok rovatunk szakértője választja ki péntekenként. Rita tovább haladt a vázával. Mondd el nekünk, kérlek, hogy hát vagyis látjuk, ráfestettél. Igen, felragasztottam rá egy sablont, illetve a ragasztószalagból készítettem egy sablont, és akkor kivágtam ezt a number one feliratot, és most rákerült az arany poros festék. Aha. És most meg kell várni, hogy megszáradjon, majd azt követően még egy kis lakréteg kerülés, ennyi. Igen, és egyébként mivel vázáról beszélgetünk, gyakorlati haszna van, szóval vizet rakhatunk bele? Igen, ezt a célt szolgálja ez a kis üvegcső, ami majd száradás után visszakerül bele, úgyhogy lehet bele vizet tenni, így vágott virág. Igen, én azt a vázának és a szájának néztem az elején. Én is azt hittem, hogy arra vázol, hogy rá van téve egy üvegre. Én gondoltam, azért is vettem ki, mert ki is kellett festeni, de... ezzel van még látva. Azt szokták mondani zeneszerzők, hogy legjobb múzsa a határidő, de szörnyű lehet szerintem. Milyen itt úgy dolgozni, hogy megy a műsor, egyszer csak a forgatókönyv odaér, hogy jövünk és számon kérjük. Hát más, mint négy fal között. Azt hiszem... Nem feszélyezi az embert? Hát most egy kicsit csak lelassított. Igen. Szíves, mutasd be nekünk néhányat, melyek a legkedveltebbek. Elrakom ezt a festéket, hogy itt boruljon. Hát nagyon sokféle dolog készíthető a papírból, nem tudom mennyire fog most látszani, de a tálcáktól kezdve... Igen, most mutatjuk a képernyőn, úgyhogy látszik. Itt éppen egy ilyen geometrikus formára készített tálca készült, ami tetszőleges mintázatot kaphat, illetve így szezonálisan, ez éppen karácsonyra készült, ez a fekete-fehér verzió, szezonálisan szoktam festeni őket, színezni. Akkor... A mintákat hogyan helyezed rá? Azt mondd el, hát ilyen sablon, kifedem egyszerűen ragasztószalaggal. Aha. És aztán kifestem a maradék helyem. Tehát általában két szín használsz, ha jól látom, ugye? Igen, hát többnyire. Bikolor. Igen. Uh-huh. Mennyi idő alatt készül el egy ilyen szépség? Napotkatom még. Hát ez több órás. Nehezen tudnám megmondani, de egy 3 óra biztos. Aha. Az elején beszélgettünk arról, hogy ezt kitaláltad magadnak, ezt a technológiát, hogy ezt csinálod csak, vagy pedig ez a képzőművészeti életednek egy szegmense, talán a legfontosabb, de nem. Hát most első helyen ez áll, igen. Hát a napjaidat ez tölti ki, szakmai napjaidat. Igen, 2-3 évvel leginkább ez tölti ki. Van bőve munka, igen. Köszönjük, hogy ezt elhoztad nekünk, és szerintem nagyon jó ötleteket adtál nekünk. Önöktől pedig továbbra is várjuk azt, hogyha ismernek olyan embert, akit érdemes bemutatnunk mindenkinek, akkor jelentkezzenek, és ne felejtsék el megírni az elérhetőségüket is.
A Családbarátban várjuk azon kedves nézőink jelentkezését e-mailben, levélben vagy telefonon, akiknek a közelében olyan ember él, aki életével és hétköznapi tetteivel példaértékű lehet mások számára is. Elérhetőségeink: telefonon 759 55 00. Levélcímünk: Családbarát magazin, 1037 Budapest, Kunigunde útja 64. E-mail címünk: családbarát@mtva.hu. Hajdú Márton, a tűzoltó őrnagy van itt velünk. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm. Most ugye ilyenkor a téli időszakban sajnos nagy veszélyt jelent a szénmonoxid, illetve annak a következményei. A legfontosabb a megelőzés ebben az ügyben. Hogyan? Pontosan, nagyon fontos tudnivaló a szénmonoxidról, hogy egy szintelen szaktalan gázról van szó, ezért nagyon veszélyes, hiszen sem az emberek, sem mondjuk az otthon tartott háziállatok nem tudják érzékelni, tehát nincs az, hogy mondjuk előre tudná bármi is ezt jelezni. Ezért nagyon fontos a szénmonoxid érzékelőknek a használata. Kifejezetten hangsúlyozva azt, hogy megfelelő minőségű, illetve megfelelő követelményekkel rendelkező szénmonoxid érzékelők használata, de ezt megelőzően a műszaki kialakítás területén is nagyon fontos, hogy mindig szakember segítségét igényeljük, biztosítsuk a kellő szellőzést, és a karbantartásra is mindig figyeljünk oda, valamint a kéményseprőket rendszeresen engedjük be, hogy ők is tudják ellenőrizni mondjuk a füstelvezető rendszert, a kéményeket. Itt van egy szénmonoxid jelzőkészülékünk, ugye mutatjuk is, de melyek azok, amelyek a megfelelőek, illetve a legjobbak? Honnan tudjuk azt megállapítani? Lehet egyfajta szempont a szűrésnél, mondjuk az árkategória, tehát valószínű, hogy a legalacsonyabb kategóriájuk azok nem megfelelőek, viszont a fogyasztóvédelmi hatóságnak a honlapján elérhető az a lista, amely az ő teszteik, illetve méréseik alapján már valamilyen eredményt mutat arról, hogy melyek azok a készülékek, amelyek nem feleltek meg az ő vizsgálataikon, illetve annak a labornak a vizsgálataikon, akik ők ezzel megbíztak. Nagyon fontos tudni, hogy minden esetben szakboltban vásároljuk meg ezt a készüléket, és keressünk rajta különböző tanúsítványokat, nem csak a gyártási helyére vonatkozóan, hanem különböző szabványszámok is szerepelnek rajta. Mindig kérjük ki az eladónak a segítségét, hogy a mi helyzetünkben, tehát a lakásunkban milyen készülékünk van, ahhoz őt mit javasol, mit ajánl, hányat például, hány olyan helyiség van, ahova érdemes ezeket felszerelni. Tehát minden esetben itt is a vásárlásnál már körültekintően válasszuk meg azt a készüléket, amelyeket később használni fogunk. Vannak ezek a modernebb kazánok, amelyek ugye beszívják a levegőt kintről, elégetik, és megy ki az égés termék, tehát elvileg a lakás légterével nincs közvetlen kapcsolat az égéstérnek. Ez 100%-os biztonságot jelent, vagy ott is azért gyanakodjunk és legyünk résen, hogy beszélyben vagyunk-e, vagy nem? 100%-os biztonságról sajnos nem beszélhetünk. Tehát ez ereszthet valahol. Ezek biztonságosabbak, ezek a készülékek, különböző turbós készülékek is vannak, amelyek mindaddig nem kapcsolnak be, ameddig nem biztosított a megfelelő áramlás, illetve az égésterméket mindig kifelé tolják az égéstermékkel vezető rendszereken keresztül. Tehát ezek biztonságosabb készülékek, viszont itt is mindig elő van írva a gyártó által meghatározottan egy bizonyos ellenőrzési idő, tehát pár évente, mondjuk 5 évente körülbelül ezeket mindig felül kell vizsgálni, ezeket mindig oda kell figyelni, hiszen hogyha nincsen felülvizsgálva, lehet egy olyan apró meghibásodás, akár egy szelepnek a rossz záródása, ami miatt visszaáramolhat a szénmonoxid. Jól emlékszem tanulmányaimból, hogy a szénmonoxid nehezebb, mint a levegő? Az a széndioxid, az pedig a közismertebb nevén a mustgáz, tehát az egy másik veszélyes. A szénmonoxidnak az a veszély, az keveredik a levegővel. Aha. Tehát nincs kisebb vagy nagyobb veszélyben az emeletes ágyon alvó, mint a nincsen, pontosabb ugyanakkor a veszélyben vannak. Az említett készülékeket hova érdemes elhelyezni a lakásban? Hálószobában vagy fürdőszobában? Célszerű abban a helyiségben elhelyezni, ahol a tüzelőfűtőberendezés van. Körülbelül olyan 150 cm-es magasság, az átlagosan azt javasolják azok a gyártók, illetve a szakértők, akik ezzel foglalkoznak. Azonban, hogyha teljes biztonságot szeretnénk, akkor minden olyan helyiségbe helyezhetünk, ahol például van kapcsolat az égéstermék elvezetővel, illetve elhelyezhetjük ott is, ahol a lakókörnyezet van, tehát mondjuk egy hálószobában, hogy éjszaka a lehető legközelebb tudja jelezni a szénmonoxid érzékelő, hogyha ugye baj sok van. A divat mostanában nagyon szigetelt nyilányzárókat használni. Én nem szeretem egyébként, mert szerintem nem természetes az a levegő. Nyilván nagyobb veszélyben van az olyan ház, hogy még jobban kell odafigyelni, ahol ilyen nagyon hőszigetelt nyilányzárokat alkalmaznak, de ez milyen
tényleg szignifikánsan nagyobb veszélyben van, vagy pedig végül is ugyanúgy oda kell figyelni mindenhol? Ez pontosan így van. Tehát nem akarok rossz reklámot csinálni, az újfajta nyílászárók nagyon jól szigetelnek. Azonban sokszor a kivitelezésnél nem veszik figyelembe a vásárlók, vagy aki ezt beépíti, hogy azokat a különböző technikai berendezéseket, azokat a kisebb eszközöket, amivel a szellőzés biztosítható, tehát nem nullára kell szigetelni a lakást, hanem egy bizonyos természetes szellőzés legyen biztosítani kell. Hogyha nincsen levegő utánpótlás, akkor sokkal hamarabb fogja majd egy hibás készülék termelni a szénmonoxidot, hiszen nem lesz levegő utánpótlás, nem lesz szellőzése. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta nekünk, nagyon nagy segítség volt. Most pedig önök nézik meg, hogy korábbi társműsor vezetünk, milyen újévi gondolatokat hagyott itt nálunk. Az új élmény nagyon hasznos szerintem, hogy az ember, mert új, benne van a nevében, mindig meg lehet újulni. Úgyhogy érdemes egy kicsit megállni és átgondolni, hogy mi az, amit jobban tudnának tenni az emberek. Nekünk volt a gyerekekkel egy listánk, vagy időnként van listánk, hogy felírjuk, hogy mi az, amit szeretnénk elégetni, eldobni, és ezt leírjuk, elégetjük. Ezek persze nagyon-nagyon sarkalatos élethelyzetek, de meg kell válni időnként dolgoktól, magunkból dolgoktól. És nem másokat hibáztatni, hanem magunkban keresni, hogy mit tudnánk jobban és nyitottabban tenni. Doktor úr visszaérkezett a telefonoktól. Milyen hívások érkeztek önhöz? Két dolgot emelnék ki a telefonok kapcsán. Nagyon érdekes kérdés volt a manapság nagyon lazán, a hidegben nagyon lazán öltözködő kamaszok esete, ugye, hogy ez jár-e hasonló veszéllyel. Nyilván a hétköznapi életben, iskolába menet, utcán közlekedve a lazán öltözködő kamasz sem kihűlni, nem fog sem megfagyni. Ha viszont mondjuk egy péntek-szombatesti buli kapcsán lazán öltözködve mondjuk alkoholt fogyaszt, és ez már az ő tudatállapotát komolyan befolyásolja, az már veszélyes lehet a kihűlés esetleg a fagyás szempontjából. De összességében a laza öltözködés az nem ebből a szempontból kockázati tényező. De azért megjegyezném, hogy ez a nagyon laza öltözködés sajnos egyre több adat gyűlik össze, hogy krónikus húgyúti fertőzések, húgyivarszerű fertőzéseknek lehet a kiinduló pontja, ami akár meddőséghez és egyéb komoly egészségügyi problémákhoz vezethet hosszú távon, tehát nem rövid távon. A másik pedig mondjuk a fagyás kihűlés kezelése, hát amit meg tud tenni az, aki nem egészségügyi intézményben és intézményes keretek között próbálja ellátni az ilyen betegeket, az, hogy amiről beszéltünk, a betakarás, a meleg, száraz közegbe való szállítása a betegnek, és a mechanikai hatásoktól való tartózkodása ismét fölhívnám a figyelmet. A fagyott végtagot nem szabad dörzsölni, nem szabad rángatni, mert azzal sokkal nagyobb problémát okozhatunk. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta nekünk. Köszönjük szépen. Szia Petra, milyen időjárási híreket hoztál nekünk ma? Szia Judit, köszöntöm a kedves nézőket. Ma melegfronti jellegű panaszaink lehetnek, mert melegfront vonul át felettünk, így fájhat a fejünk, illetve levertnek érezhetjük magunkat, ezért javaslom, hogy fogyasszunk minél több vitamint, illetve fontos a rendszeres testmozgás is. A hőmérséklet ma 5 és 10 fok között alakul, ami egyébként a Nyugat-Európa felől érkező frontrendszer miatt alakul így. Veszélyes időjárási jelenség nincsen. Azonban a légszennyezettség ma az egészségügyi határérték fölött van, a középső, illetve a keleti ország részben. Ez a gyenge légmozgás miatt van egyébként. Holnap a Dunántúlon akár 10 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Budapesten azonban számíthatunk szelesebb időre a holnapi nap folyamán. A hétvégén pedig csapadékosabb, esősebb időjárás ígérkezik országszerte. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad nekünk. Én már is sietek a konyhába, hiszen az illatok... ból kiindulva, és a látvány is azt támasztja elő, hogy Kati elkészült a pitéjével. Igen, valóban készült a pite, bár mondjuk egy 5 percet még elbírt volna a sütőbe, hogy olyan ennél aranyabb barna legyen. De jól néz ki. És nem sok látszik a tésztából, hanem, tehát hogy én így szerettem az almás pitét, hogy gyakorlatilag az egész
Remélem Balázs és Iringó ezt látja, most már úgy elrohantak, de majd... Mondtad, hogy alibinek használod a pénzt. Igen, igen, valami összetartsa a dolgot, igen. Van, aki szór egy kis porcukrot, lehet, mert egyébként jobban néz ki, illetve tényleg meg lehet szórni egyébként a tetejét dióval, amit te mondtál, ilyen darabos dióval, amit például az anyukám mindig meg tud csinálni, én nekem mindig elég. Tehát aki ügyes, az szórja meg dióval, mert nagyon finom rá. Nagyon finom. Az alján annyira vékony a tészta, igen, hogy szinte nem is látszik. Igen, igen. Azt hittem az előbb, hogy nincs is az alján. De van, kell, egyébként van ott tészta, csak hasonló színe van, mint a tölteléknek ettől, ahogy ilyen teljes körülsű cuccok is vannak benne, aha, ettől azért sötétebb nem látod. Meg ez az alma, ami itt volt, ez nagyon lédúsott, nagyon kinyomkodtam, mert ugye ki kell nyomkodni, de mégis szerintem úgy átitatja. Igen. Eszünk egy kis almát. Némi tésztával, igen, az a jó. Igen, igen, igen. Gergely egyébként édes szájú vagy inkább, vagy a sósokat preferálod? Én sajnos mindent preferálom. Szóval, hogy általában azt szoktam mondani, hogy amit nem kívánok nagyon, azt nem eszem meg, mert mindent nagyon kívánok, és hát vigyázni kell, hogy... Tehát figyelsz nagyon, mert ha rajtam múlik, akkor egész nap ennék. Na de ebből például ehetsz, mert ebben olyan lisztek vannak, olyan cukor van benne, olyan összetevők, amik mondjuk annak is megengedett, aki. Katin, látszik is, hogy abszolút egészségesen táplálkozik, hiszen nagyon csinos. Hamarosan meg is kóstolhatjuk, de előtte játszunk. Ugye két játék kérdésünk volt ma. Az első az volt, hogy melyik évben végzett Kessely Gergely a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, és a helyes válasz az A volt, vagyis 1995-ben a negyedik helyes megfejtőnk Császár Jánosné volt Nagy Kanizsárról. Neki gratulálunk, és ő egy könyvet nyer, illetve egy fülbevalót, mindkettőt mutatjuk a képernyőn. A tájfelismerő játékunk nyertese Tóth Józsefné Budapestről, gratulálunk hozzá. A kérdés ugye a tárgy neve volt, a helyes válasz pedig a B. A B válasz szerint ez egy krampampuli pohár. Alig tudtam kimondani, de sikerült, pedig ezen izgultam, úgyhogy gratulálunk neki is a nyereményhez. Most pedig nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a holnapi műsorban. Ha péntek, akkor régiók ételei kerülnek az asztalra. Ezúttal Palócföldre látogatunk el. Divatos pólók, akár otthon megfestve. Hasznos tippek vállalkozó kedvűeknek. Keserű napok. A vesekő és a vesegyulladás veszélyeiről beszélgetünk szakértőnkkel. Most pedig nézzék meg, mikor ismételjük meg az adásunkat. Kedves nézőink, jó hír a családbarát rajongóknak! Több időpontban és több csatornán barátkozhatnak műsorunkkal és vendégeinkkel. Mai adásunkat már nem csak a Dunavörðön nézhetik újra 15 óra 55 perckor, de éjjel 0 óra 40-kor az M1-en is látható délelőtti műsorunk. A hétvégi családbarátról sem maradhat már le senki, hisz tengeren túli nézőink és a szombat-vasárnap reggelt mással töltők kedvéért a Dunavörðön délután ismét vendégül látjuk Önöket. Január 17-én szombaton 16 óra 15 perckor, január 18-án vasárnap 16 óra 10 perckor. Több csatornán, több időpontban, legyünk többen családbarátok! Azt kell mondjam, hogy egy rutinos műsorvezetőt ismerhettem meg benned. Abszolút. Tényleg? Tehát ha nem tudnád, hogy nem tudnám, hogy ez a fő foglalkozásod, akkor azt mondanám, hogy profi, nem tudom, te csináltál már ilyet valaha ezelőtt? Nem, de hát azért sokat szerepel az ember tévében, ha karmester, vagy néha rendező is. Szerettem itt lenni, és engem nagyon érdekeltek a témák is, meg azok a nagyon érdekes egyéniségek, és azok a nagyon nagy tudással rendelkező beszélgető partnereink, akikkel találkoztunk. Úgyhogy nekem ez nagyon, nagyon öröm volt, nagyon örülök, hogy találkoztunk mi is. Örülök, köszönöm hogy szépen. Egy karnagy főz nekünk, egy énekes karnagy. És hát én otthon éreztem magam, én azt tudom mindenkinek mondani, hogy legyen nyitott. Én is nyitott voltam erre a számomra új szituációra, és azt mondtam, amit... Ez érezhető is volt. Az elején mondtad, hogy nincs neked ilyen nagy kedvenc, hanem általában mindent befogadsz. De mégis, ha mondhatnál egy olyan témát a mai nap folyamán, amely kicsit közelebb állt hozzád, hogy finoman fogalmazok, akkor az melyik volt? Erre se szeretnék kedvencet. Tudtam, hogy ez... Nagyon örülök, hogy Biancával találkoztam. Igen, itt egyébként...
És nagyon kedves meglepetés volt, és igazán megható volt, hogy, hogy itt volt, és örülök, hogy beszélgettünk kicsit a virtuózokról is, örülök, hogy társművészek is voltak. Örülök, hogy megértettem azt, amiért miért mondják azt, hogy milyen szép egy egyenruha. Én sose értettem, hogy mi a jó az egyenruhában. Most, ahogy Őrnagy úr bejött, azt mondtam, hogy lehet, hogy egyszer én is szeretnék egy egyenruhát. Ez legyen a végszó, Kati, neked is köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, holnap is várjuk Önöket, Bebe lesz a társműsorvezetőn, viszontlátásra!